Közlekedési táblákkal, a kerékpár tartozékaival és a KRESZ alapvető szabályaival ismerkedhettek a fiatalok a speciális iskolában. A Bajai Polgárőr Egyesület az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal kiegészülve közlekedésbiztonsági programot szervezett a városban. A kezdeményezés elsődleges célja az volt, hogy felhívják a diákok figyelmét a legfontosabb közlekedési szabályokra, valamint hogy bemutassák, hogyan előzhetőek meg az olykor tragédiához vezető közúti balesetek, mondta Bokányi Zoltán. Alapkressz ismerettel próbáljuk őket erősíteni. Egy az ő szintük, mindenkinek az ő korosztályának megfelelő tudása és az ő közlekedési szokásaikhoz beleépítve állított össze egy KRESZ-oktató egy elméleti anyagot, amit egy KRESZ-teszt követ. A KRESZ-tesztet, tehát az elméleti részt, amikor megszerezték, biztosít számunkra az Országos Balesetmegelőzési Bizottság egy KRESZ-parkot, ahol kokarttal, kerékpárral körbe mehetnek a fiatalok, és pár szituációt elgyakorolhatnak, amivel az utcán is találkozhatnak. A tornateremben felállított KRESZ-park népszerű volt a fiatalok körében. A kihelyezett közlekedési tábláknak és jelzéseknek köszönhetően a diákok a gyakorlatban is tesztelhették tudásukat. Volt ilyen motor, és abban kellett menni, hogy stop táblák voltak. A rendezvénynek a speciális iskola adott otthont, a foglalkozásra azonban az MNMK-ból is érkeztek diákok. A KRESZ nagyon fontos, több okból is a motorosoknak, a bicikliseknek, gyalogosoknak és az autóvezetőknek is. A tanév során nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságos közlekedésre, gyakran foglalkoznak a témával különböző tanórákon, mutatott rá az intézmény egyik pedagógusa. Osztályfőnöki órán, technika órákon már átvettük a témát, tehát végülis közlekedés, gyalogosan, kerékpárral. A gyerekeink nagy része bajai, baja környéki, és hát kerékpárt használják. Szinte a gyerekek 80%-a otthon, iskolába kerékpárral jön, és hát fontos az, hogy biztonságban ideérjenek, és biztonságban hazaérjenek. A szervezők az elméleti tananyag mellett jelképes ajándékokkal is készültek a résztvevőknek, így senki sem távozott üres kézzel a foglalkozásról.